Üdvözlünk a Parallaxis Retroverzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Peter Falk, Szabó Gyula. Bemutatjuk a Kalambó című podcast sorozat következő részét. Csak még egy kérdés. A Parallaxis Univerzum ballonkabátos podcastje. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a csak még egy kérdés a Kalambó podcast 12. része a Parallaxis Retroverzumban a mikrofonnál, Horváth Ádám Tamás. Paul Hanlon, a Los Angeles Rockies futballcsapat menedzsere egy valóságos sportbirodalomról álmodik, ám Eric Wagner, aki megörökölte a csapatot, egyáltalán nem osztozik ezen ambíciókban. Henlon fagylaltosnak álcázva magát kisúran a stadionból, Wagner villájához hajt, egy jégtömbbel megöli őt, és úszómedencében történt balesetnek álcázza a gyilkosságot. A döntő játszma című rész kibeszélésében ismét köszöntöm állandó társaimat, elsőként Kubatovics Áron. Sziáron! Sziasztok is üdvözlöm a kedves hallgatókat. És Gizur Gergő, szia Gergő. Szia, szia mindenkinek. Ez a második évad harmadik része, a döntő ahogy Ádám is mondta, az eredeti címe The Most Crucial Game, Crucial, Crucial, ahogy mondjuk, ugye gyakorlatilag majdnem, hogy szó szerint van fordítva, ezt 1972. november 5-én mutatták be Amerikában, nálunk pedig 1976. április 1-én. Itt volt egy kis ugrás, mert az előző rész például egy hónappal késő, egy hónappal korábban, nem, egy hónappal később vetítették. Igen, tehát a második évad második része Magyarországon májusban ment le, ez pedig áprilisban, úgyhogy megint cseréltek ma akkor is, de ez április első volt, lehet, hogy hát, annak nem foglalkoztak ezekkel, igen. Ehhez is ugye szokás szerint két magyar, vált, magyar szinkron készült, az első ugye 1976 Pannonai a filmstúdió, a második pedig 1994-ben a Welcome, és a vége főcímben azt mondják, hogy a szinkront a velkám és a Televízió megbízásából a Videobox szinkron készített. Tehát nem mondják, hogy Magyar Televízió, csak az, hogy Televízió. <laughs> De menjünk kicsit végig akkor a szinkron hangokon, úgyhogy eh, ahogy szoktunk. Ugye Paul Hanlon, ahogy Ádám is mondta már, ő a mi gyilkosunk, aki ennek az egész sport, vágyott sportbirodomnak az igazgatója. Az ő hangja Sersény Gyula. És egy visszatérő színésszel találkozunk rögtön, Robert Kalp, aki az első évad második részében a, a Brimmer magándetektívként jelent meg, és ott is gyilkos volt, és abban a részben Mécskárolyatta a hangját, és ő még egy részben fog szerepelni. Tehát érdekesség, hogy a, a, az előző részben szintén visszamentek az első évad második részébe, mert akkor pedig a Mr. Kenikettet alakító színész jelent meg az előző részben. Az most érted, amit mond ugorjunk, <laughs> ugorjunk. Jó. Jó. nem, mert azzal zavarta meg magam hogy meg Paul Hallonnak az első verzióban Tordi Géza adta a hangját és nem Mr. Kenick senkit adta a senkit nem Géza érdekel hangját. Gergő, senkit nem érdekel de, de mindegy, menjünk tovább Erik Wagner az áldozat, aki ennek a sportdúlomnak ugye a tulajdonos, aki megörökölt ezt az édesapjától őt Vég Péter szinkronizálja a színész pedig úgy hívják, hogy Dean Stockwell, aki nagyon-nagyon sok mindenben játszott tehát elképesztő hosszú filmográfiája van, és még egy részben fog majd szerepelni. Igen, Menjünk és továbbá, valamiért őt még... Special Guest stárnak írták hát, ki. nem csodálom, amilyen hosszú, elképesztő sok mindenbe szerepelt. Beszél még Rizzo edzőről, aki a csapatnak az edzője, mi meglepő. Az ő hangja Kristóf Tibor, és az ő talakító színész James Gregory aki 90 évet élt, és érdekesség, hogy 1986-ban abba hagyta a szereplést, de még éppen a halála előtt 2022-ben leforgatott egy filmet, ami 2023-ban jelent meg. És nem mellesleg ő is szerepelt már egy részben, ő pedig az első évad hatodik részében a Rövid Szivar című filmben, ott David L. Buckner volt, aki az áldozat szerepében tetszelget, és akkor Makai Sándor adta a hangját, most ugye Kristóf Tibor. Az első szinkron változatban egyébként Tilla Attila volt a szinkronhangja, Nem az a Tilla Attila, akit mostanában ismerünk, hanem másik. Shirley Wagner, Erik felesége, ugye az áldozatnak a felesége, ő Bíró Kristina szinkronizálja, és az őt megalakít, megvalósító színész pedig Susan Howard, aki nem más, mint Donna volt a Dallasban, illetve Megi Petrocelli a Petrocelli-ben. Tehát itt nagyon-nagyon komoly színészgárdát sikerült összehozni, és még szeretném megemlíteni Ralph Dapszot a magándetektívet, majd róla később beszélünk, hogy ő mit csinál és miért. Őt Juhász Jácin szinkronizálta, és az ő alakító színészt úgy jel, hogy Vol Avery, aki még ezen kívül három részben szerepel, de már találkoztunk benne az első évad harmadik részében, a Holtárgyak címűben, ahol Herni Barnes szerepét játszotta. Talán emlékeztek az a kikötőben lévő ember, aki Jaj, azon viccelődött, hogy mennykor a <laughs> hogy baleset lenne a, a, a nőanyukájával bármilyen kapcsolatot kialakítani. Szerepelt még egyébként Farkasinszkedi Dobránszky Dobrán, Zoltán és Kerekes Viktória is. Csak hogy Jó, hát figyelj, hogyha te ennyire elveszed a kenyeremet, hogy én az amerikai siniszgárda-ról beszéljek, akkor egy dolgot kihagytál, és akkor viszont azt most említem meg. Ezért nem f... vettem el a kenyeredet? Ugyanis a film egy pontján látunk kosárlabdázókat. Ők, ők ténylegesen igazi kosárlabdázók, a Los Angeles Lakersnek a játékosai. Akkor én most megemlítem őket is, mert hangozóan a Super Six nevük van, ez a nevük a Super Six ugyanis Jim McMillan, Flynn Robinson, Pat Riley, Harold Happy Hairston, Leroy Ellis és Keith Erickson, ők igazi sportolók, úgy, hogy az előző évben megnyerték a világbajnokságot, és ők ilyen ezzel a bizonyos Super Six nevű csapatukkal így annak idején nyilván pénzkiegészítés kie gyanánt így vállaltak mindenféle fellépéseket, szóval őket látjuk a, a, a film valahol a kétharmadán ahogy éppen ott edzenek. Tehát beszélni végül is nem is kellett. De ők akkor tényleg igazi kosárlabdázók voltak. És azokat a neveket is mondta ott el a csóka, akik valójában ők voltak. Tökéletes. Igen, de? igen, igen, igen. De nem tudlak kiegészíteni semmivel, hát ez, ez, ez a, a, tökéletes volt, ez. gyakorlatilag tökéletesen elmondtad. Na de a, 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 hogy kezdődik a rész? Én azt írtam föl magamnak, hogy mintha egy Bat Spencer -Teres Hill filmet látnék, úgy kezdődik, ú, uh, bólogattok, jó, akkor nem csak nekem volt ez feltűnő. És a, mielőtt még tovább beszéljünk, akkor ugye amit látunk, ami miatt is gondolod, hogy a sport sportközvetítés miatt, hogy egy, egy, egy stadiont látunk, és ezt úgy hívják, ez a Los Angeles Memorial Coliseum, és ha már amerikai futball volt benne, és hát én amerikai futballt azért szeretem, úgyhogy beszéljünk kicsit erről a helyszínről, bár Áronz az ilyen helyszínfetisista, ő szokott elképesztő dolgokat hozni, lehet, hogy fog is, de az a Los Angeles Memorial Coliseum, ez két Super Bowl-nak Bowl is, is uh, helyszíne volt, ugye a Super Bowl az minden évben meg uh, megszervezik az amerikai foci, sőt az egész világ sportesemének legnagyobb dolga, ők annak ide világbajnokságnak is hívták, nyilván nem világbajnokság, de ez hülyeség. Mindegy, tehát két szuperbólnak is adott otthont, illetve otthona volt még több NFL csapatnak is, tehát a valóságban is játszottak ott NFL csapatok. A Los Angeles Ramsnek, amikor éppen Los Angelesben volt, a Los Angeles Chargersnek, amikor éppen Los Angelesben volt, és a Los Angeles Raidersnek, akik szintén amikor, amikor Los, amikor Los Angelesben éppen éppen voltak. Jelen volt. pillanatban, hogy a Rams és a Chargers újra Los Angelesben van, bár mind a kettő St. Louisba, illetve San Diegoba, de ők már máshol vannak, egy másik stadionban, a Raiders pedig már azóta megjárta Oaklandet is, és most, most már Las Vegasban van. Azt szerintem az az érdekes az egészben, hogy szinte amerikai futballt nem is látunk benne, vagy így nem tudom felidézni, de. csak látunk benne? Látunk, és én nagyon, én figyeltem is direkt. És, a, és kiket látunk? Ö, nem, figyelj, tehát az a jó, az a vicc benne, illetve nem vicc, tehát maga a, a képi megvalósítás teljesen rendben van. Tehát tényleg a pozíciók stimmelnek, 11-11 játékos van mindig a pályán, a, a klasszikus formációkat látjuk, tehát tényleg nem azon, hogy random össze-vissza szaladgálnak alapvetően a játékosokat, hanem ugye az amerikai futballban nagyon fontos pozíciók vannak, hogy kinek hol a helye, ki mikor mozdulhat, mit csinál, stb. 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 Ennek vannak szabályai. És amikor ezeket látjuk, nyilván nem erről szól a film nagy része, de amikor ezeket látjuk, akkor az tényleg abszolút rendben van. Tehát tényleg úgy megvan. Értem. a. Igen, csak én úgy értem, hogy nem tudom felidézni, azra emlékszem, hogy ugye látjuk őt, hogy kijön ott a, a oson, mint fagylaltárus, és olyankor nagy totálokban látjuk, hogy azt valójában is egy meccs alatt vették föl. Én úgy gondoltam, hogy mondjuk úgy, mint mondjuk egy nem tudom, az észventúrában be vannak vágva valódi meccsből nem, ö, jelenetek. szerintem nem, nem ahhoz, a, ahhoz, túl, ahhoz túl buta mozdulatok voltak, főleg a fanbőlnél, amikor elvesztették a labdát, az, az túlságosan mesterkért volt szerintem. Nagyon jó, én azt gondolom, hogy nagyon jól összelettek rakva ezek a, mert ugye Amerikáról van szó, nyilván a magyar közösségnek föl se tűnt, nem is értették, főleg 70-ben, vagy még 94-ben sem, hogy mi történik, sokan valószínűleg most sem, de ez Amerikába készült, ahol már akkor is a nemzeti őrület volt az amerikai foci. Azért jó, hogy erre, erre rákérdezett az Ádám, mert, mert én azt néztem, hogy jó, hát ezek tényleg úgy sportolok, én nem értek az amerikai focihoz, de azt láttam, hogy nem össze-vissza szaladgálnak, hanem ez olyan, mint ami, amit én YouTube-on is néha látok, vagy szóval, hogy néha azért elkapok ilyen jeleneteket, de azon röhögtem, hogy hát azért nem, tehát egyrészt ilyen nem nagyon erős a, a védek, védőr felszerelésük, nem olyan, tehát nem olyan G.I. Joe-szerűek, 74 mint 74-ben nem is volt még. És nyilván erre ez jutott eszbe, hogy hát 70-es években azért kicsit másmilyen lehetett ez. Abszolút, még, mint, hogy teljesen lassabb, más volt a sisak. Lassabb lett volna, de akkor azért volt lassabb, mert hogy ez azért valószínűleg nem igazi volt, hanem ezt a... Hát, ezt, ezt összerakták. Minden a sport felgyorsult a azért a technikának, ugye a technológiának köszönhetően, a cipőktől kezdve minden, tehát minden sport felgyorsult. Nyilván azért is volt lassabb, mert hogy ezek ez szerintem nem egy éles meccs volt, de, 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 mondom, a játékhívások, ugye a playek abszolút rendben voltak alapvetően, tehát odafigyeltek erre. ugye Ádám is mondta, hogy rakétáknak hívják ezt a csapatot, vagy rakétsz. Tippem szerint ez nem, nem egy magas divíző csapat, ez high school csapat, ugye ez a gimnáziumi futball lehet, mert hogy 40 yardról végezték el a, ki, a kirúgást, a kikoffot, és a szabály szerint én úgy tudom, hogy 40 yardról a, a high schoolban szokták hiszem, végezni hogy, a kikoffot. Hogy, hogy, hogy most, 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 veszítjük el a hallgatóink egy jelentős nem, nem, részét. nem, szerintem, no, most, most, most most nem, nem értek egyet, mert szerintem nagyon izgalmas, ez egyrészt informatív, másrészt pedig ez tök érdekes, mert hogy amúgy nem úgy tűnik, mintha egyetemi csapat lenne. Tehát tudom, nem. hogy az egyetemi csapatokban is több, sok pénz van az Egyesült Államokban, de azért nem úgy tűnik, hát mondja, hogy kés stadiont épített, ott akarták aláírni a milyen Six, hogy mondta, a Super Six, vagy... Super Six, igen, Super, super Six. six a szerződést, a, 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 ugye, a, amikor a Kalámbó is ott a kérdezi a... Igen, 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 igen. igen. Úgyhogy, úgyhogy, végül is szerintem ez, egyébként ez tök érdekes, hogy, hogy miközben figyeltek egy csomó-csomó részletre, és azt látszik, hogy itt azért tényleg felvonultattak kb. mindenkit, ekkora szupersztár gárdát még nem is láttunk Kalámbó részben, ahhoz képest azért mondjuk, ha az ilyen kis apróságokra nem figyeltek, főleg úgy, hogy Amerikában nyilván ránézésre tudnak. És azért is furcsa, mondom, mert mondom, ez a kikoff miatt már fura, mert az NFL-ben nem, nem 40-ről végzik el. A másik pedig, hogy ugye vasárnap délután van. Vasárnap délután idősávban nincsen high school foci, hanem az NFL, a Tehát Az Amerikában csütörtöktől gyakorlatilag egész vasárnapig, fel, sőt hétfőig fel van osztva, hogy mi en amerikai fociban mi hmm. megy. Nem lehet, És hogy vasárnap akkoriban... nincsen, vasárnap nincsen, hát nem, a vasárnap az mindig fel. És nem lehet, hogy 1972-ben még a 40 yardról végezték el a... Nem. Nem. Jó, jó, menjünk tovább, menjünk le, tovább. Le, le, figyelj, ne haragudjatok, akkor én is kérdezek egy informatívat, jó. hogyha itt ilyen NFL szakértővel álló, NFL szakértővel az, is az, az túlzás. Szemben, hogy, hogy azt mondtad, hogy akkor hívták úgy, amikor Los Angelesben volt. És hogyha mondjuk a Los Angeles, micsoda, mit mondtál, Rams? Rams, Rams hát most Chargers. Mondjuk, hogyha ő elköltözik Oaklandbe, akkor onnan Oakland Ramsnek hívják, vagy pedig Oaklandben van, és Los Angelesnek hívják. Nem, az NFL úgy működik, hogy, ugye, az, hogy a bármelyik csapat relocate-t, úgy szokták, hogy elköltözhet, vagy ezt a franchise-t, ezt a csapatnevet, ami ugye a Ramsnél Rams, a Racketsnél Rackets, a Chargersnél Chargers, azt átköltöztetik egy másik városba. És a név megmarad, csak a, 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 a város neve változik, tehát a Los Angeles Rams például a St. Louis Rams lett, amikor ugye St. Louis-ba ment, akkor a Los Angeles Chargers a San Diego-ba ment, akkor San Diego Chargers lett, vagy akár ugye a Raiders, az ugye sokáig, ugye volt ugye Los Angeles Raiders, de aztán Auckland akkor Auckland Raiders, majd most pedig két éve átmentek Las Vegas, most meg már Las Vegas Raiders. Tehát a Győri Eto az lehet Sopron Eto is, hogyha így elköltözik. Így van. Na Tehát mindegyiknek Köszönöm. van egy ilyen neve, hogy Dolphins, Rockets, mit tudom én, okay. és van, van előtte egy város. Az cseréled, a nevet nem nagyon. Jó, viszont ha visszatérünk erre a nyitomézetre nekem, ugye azért volt olyan hangulatom, mint hogyha egy Bud Spencer Terence Hill filmet néznék, mert ugye kedélyesen kezdődik, látjuk a sok embert, sportcsarnok, hát így szoktak kezdődni a... Vidámság. Vidámság, igen, tehát hogy körülbelül így szoktak kezdődni a Bud Spencer Terence Hill filmek, és így néztem, hogy jót indítottam el, vagy én valaha letöltöttem... Már csak egyetlen dolog hogy Igen, igen, Ezt, aztán persze nem, hanem megkaptuk ezt a, ezt a, gyilkosunkat, és akkor már, tehát ahogy megláttuk a képernyőn, én tud, mindenki tudja, hogy jaj, ez a csávó. Annyira gonosz gonoszan nézett, hogy szörnyű. Jenny. Tehát éj, ez hát meg az Jenny. a bajusz. Igen. Po Pornó bajuszra Por... gondolsz? Oh, <laughs> nagyon, <laughs> nagyon durva volt. Tölegnél dolga Ha már így a szereplőkről beszéltünk, nem beszéltünk egy szereplőről, hát egy magyar nőről. Majd akinek nem derült ki valójában a neve, tehát ahhoz képest, hogy ez egy magyar szinkron volt, nem erőltették meg magukat a drámák. Sőt, el is rontották. Egyrészt négyféleképpen elhangzik, és. Itt most és, többször és fogok így... beleszállni majd a szinkronba. A szinkronban én is bele fogok szállni, de ha már ennél a hölgynél van, vagyunk, megnéztem én angolul, hogy ezt hogy mondják. rokoci. Uh, Rogosi. Így mondja így mondja ból hogy Rogozsi, vagy Peter Falk jobban mondva, de weboldalakon Rokocinak van írva. Rokocsi. Ami és tök egyértelműen tulajdonképpen Rákóczi. Tehát szerintem ez onnan van. Csak ez szerintem ott a forgatáskor Peter Falk nem tudta kimondani azt, hogy rokoci vagy Rakkóczi, és akkor magadat Rogozsinál. És ezt utána ilyen nagyon bénán szinkronizálták. de ez Ugyanígy Rogozsinak, szinten, de az nem magyaros. Ami teljesen értelmetlen. Vagy de a szinten... scriptben Rokoczi van. Cézével! De Le lehet, hogy rosszul hallottam, és nem pörgettem vissza, de mintha a reptéren zajló egyik jelenetben lehetne hallani, hogy Budapestről vagy Budapestre indul egy repülőgép. Ez kimaradt. Szégyellem. De ha igen, az nagyon durva lenne. Megcsapta a fülem, de én most tévén néztem, és nem. De hogyha meg ez meg. most így van, akkor most ugye volt ez a Rokoczi vonal, meg most volt ez, akkor megint előjön a Falk a vonal, hát, persze, hát ugye... <laughs> de akkor, akkor falkland is magyar? Kérjük vissza Argentinától, és per vagy Nagy-Britanniától. Ugye a gyilkosunk egy olyan csávó, aki, aki az áldozat édesapjával dolgozott együtt, ő a marketing vagy PR osztályon dolgozott, sajtó. nagyon jó sajtó osztályon, nagyon jól végezte a dolgát. Aztán a papa meghalt, és a fiú megörökölte a családi vagyon részeként ezt a futballcsapatot is. És szüksége volt valakire, aki ért is az üzlethez, meg ez az egész világhoz, mert ő egy ilyen nagyvilági leseszaron figura. Playboy, uh, ahogy az edző mondta. Így van, egy playboy, és utána uh, ezt, ez, a, a, mi gyilkosunk uh, kezdi el vezetni ezt a céget, ha jól értelmezem a dolgot. És uh, elhatárol, neki egy hogy ahogy felmondtam a felkomba, és teljesen más tervei vannak, hogy ezt a ezt a csapat birodalmat, ezt hogy, vagy ezt a sportbirodalmat, ezt hogy fogja ápolni, és, és ez hogy fog növekedni, és ezért elteszi lábalól a playboy-t, és ezt úgy teszi meg, hogy egy meccs alatt, a himnusz alatt ki surran beöltözve egy a tiszteletlen ilyen... Disznó fagylaltárusnak, biztos a hallgatók is láttak már ilyet, hogy az ilyen amerikai filmekben, hogy fagylaltárusok nem csak az utcán family frostolnak, hanem, hanem az ilyen különböző sporteseményeken ott jönnek, mennek, és akkor hamburgert fagyit, üdítőt, sörtben mit lehet venni, szóval, hogy egy ilyen csávónak beöltözik, és addig kisúrán és elszáguld a csávóhoz, de közben megáll, hogy alibit biztosítson magának, és fölhívja a telefonon ezt a playboy hogy, hogy hát itt ülök az irodában, ott a rádiót be is kapcsolja, ott megy mellette, nem, itt hallgatom a izét, nézem a meccset itt föntről, mindjárt ott leszek, vagy nem, hogy mindjárt ott leszek, hanem hogy majd nem tudom, fél hatra gyere értem valami ilyesmi, aztán onnan elmegy, megöli egy égtömbbel, ahogy azt el is mondtam, és megtörténik a gyilkosság visszaoson, és a félidő vagy negyed nem tudom, ez a nagyobb futballban hogy van, addigra... Negyedek vannak, de a fél idő. Addigra visszamegy az irodájába, és mikor az edző fölmegy a, a pálya széléről, akkor ott találja, és ezzel alibit biztosít magának legalábbis első körben a néző számára így tűnik, mert hogy ez ennél egy kicsit, picit bonyolultabb. Ugye itt nekem volt uh egy érthetetlen momentum, ugye ezt mondtad Ádám, hogy ugye elment, miközben a medencébe józanodott, ami Erik Wagnerünk, az áldozatunk, a Mr. Playboy, ugye józanodott, mert este ugye ők elvileg Kanadába, Montrába terveztek utazni, olyan, hogy egy hoki csapatot tervezett megvenni. A tulajnak, a Playboynak azért annyira nem fült a fogal, tehát őt a pénz nem érdekelte, igazán. nem is érdekelte a sport. Valószínűleg ez volt a gyilkosság indíték, hogy nem volt már kedve ez az állandó karatéhoz, hogy hanem azt akart, hogy majd én csinálom. Nem derül ki igazából a részben, hogy mi az indíték. Én a, a háromnegyedénél írtam le, a jegyzeteimben, hogy oké, okay, miért gyilkolta meg? És érződik, valami, már nem fogom tudni visszaidézni, tehát ahogy Kalambon nyomoz, egy, egy, ponton tök egyértelművé teszi Peter Folk játéka is, hogy azért vakargatja a fejét, mert nincs meg az indítéka. Három dolog kell egy gyilkosság bebizonyításához, nyilván, hogyha oké, okay, kellene bizonyíték, de anélkül, hogy meglegyen a, a, a lehetősége rá az indíték, és a gyilkos fegyvertár, ez a három. Szóval itt az indíték látványosan hiányzik. Ilyen, ilyen elejtett félmondatok vannak, hogy hát nem, nem elég motivált, meg nem akar elmenni vele Kanadába, de kit érdekel? Az egész tele van ilyen szürreális, ilyen, 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 ilyen zsákutca forgatókönyv részletekkel. Nincs kimondva, ez igaz, ha ugye az elejétől, az első pillanatok közül megjelenik a, a, a csávó, ugye ez a Paul Hanlon, látszik rajta, hogy ő, hogy ő, tehát itt az van, hogy ő melózik, ő dolgozik, és állandóan harcolnia kell valakivel, és ő, neki egyszerűen ő akar lenni a király, nem azt akarja, hogy Erik legyen, hogy Erik Wagner legyen itt a nagyember, hanem Paul Hanlon akar lenni a nagyember, és hogy ő dolgozik erre nem mindenért. Nem, azt nem mondtam, hogy a Kalambó tudta, én csak választottam a kérdésre. Igen, oké, okay, de a Kalambó pont, hogy erre nem lát rá, hiszen erre senki nem álmodják neki, lát rá, hogy mi. legjobb barátok voltak, ott mondja az neki apjával. az egyik csóka. Ja, az apjával. Az apjával voltak legjobb barátok. Jó, szintem. ha már itt vagyunk a gyilkosságnál, két dolgot mindenképpen szeretnék elmondani. Egyrészt az a, az, az áruha, amit már említettünk, hogy ugye beöltözik egy fagylatos árusnak. Pornos ezt, volt. Ezt, ezt képzeljétek el azért úgy, hogy ő egy klasszik pornos bajuszt hord, Szóval, hogy és olyan napszöveget és, napszemüveget, és, napszemüveget. És, és a csávók közben lopakodik ott a, a, nem tudom, ez Hollywood hírű, vagy mik mi lesz, nyilván a gazdag környék. Szóval ez a jelenleg sor egyrészt nagyon vicces, nem tudom, hogy lesz-e még, még hány olyan rész lesz, ahol ilyen látványos áruhákban lesznek szereplők, de azt hiszem, ezért ez biztos benne lesz a top 5-be, vagy top 10-be. Másrészt az, amikor megközelíti lopakodva, hát nem kell kerítés másznia, mert ezek szerint nem minden oldalról védettek ezek a villák, szóval egyszer csak besétált tulajdonképpen az útról ebbe a villába, úszkál a csávó a medencébe, és az a jelenlet, ahogy össze van vágva, egy kicsit ilyen cápa utánérzés a, a, a medencéből, tehát a, a vízből, tehát ka olyan kamerát használtak, ami... az úszót. Ami, ami kibírja a vizet, és alulról az úszót, majd vissza a cipőre, majd vissza az úszóra. Tehát, hogy ez nagyon szépen meg volt csinálva, és utána lassított felvétel, ahogy miután leütötte egy ilyen üvegtál, jégtömbel. valamivel, nem tudom. vagy, okay. Ugye nem volt meg a gyilkos fegyver? I igen, 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 jó, ez volt Oké, szóval, hogy a jégtömbel leütötte, és onnan meg vastott és akkor itt hagyj jegyezzem meg, hogy egyébként tele volt nagyon szép ilyen operatőri munkával, amikor az emlegetett stadiont nagy totálban mutatja, ahogy vakarja a fejét, szintén egy, egy stadionban ülve a sárga székeken Kalambó, és ki, tehát kinyit a kép, és egy órásos stadionban tök egyedül ül Kalambó, szóval tele volt ilyen szép kamera, tehát operatőri megoldásokkal, szóval jó munkát végzett az operatőri csapat végig az járt a fejemben, hogy milyen rossz lehetett a Peter Folknak felsétálni a különböző helyekre a stadionban, de ha már Peter Folk, akkor beszéljünk egy kicsit Kalambó karakteréről, mert szerintem most egy új oldalát vagy én egy teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen más kalambót, hanem kalambónak egy teljesen más oldalát is láttam. És nagyon határozott volt, magabiztos. Nem bénáztak a peugeot hanem ahol utazni kellett ott. A rendőrautó vitte őket. Vicces volt és szórakoztató, de valahogy sokkal tökösebb, mint eddig bármikor a láttuk. Azért Mit gondoltok -e erről? Igen, a... sőt, lesz majd olyan rész, amikor Ebben a részben olyan momentum, amikor kimondottan, ugye, kvázi megzsarolja a, a másik felet. A... Tehát, hogy nem az a igen, Tehát kétszer is. Beszéljünk is róla. Ö majd, majd, de most csak, hogy... Ja, sorban, de Azért haladni, hát akkor két, jó. Ez is, ugye, mert hogy, tehát válaszolok a kérdésedre, illetve még egy dolgot szeretnék mondani, és utána, utána áron, vagy azt beszéltek, amit akartok, ki, hazaismertek. is Szóval, hogy, hogy a bénázással kapcsolatban azért az a cipős jelenet, ugye azt tudni kell, hogy Kalambó kimegy a helyszínre, ahol a gyilkosság megtörtént, és hát eláztatja a cipőjét, ahogy a medence lépcsőjé lépked. És ugye az egész rész köré az Ádám által is mondott, hogy bénázás most nem annyira vannak, viszont állandóan cipőt akar szerezni, és mindent jött, jött mentett, megkérdez, hogy hol vett a cipőjét és mennyiért. Tehát, hogy csak volt benne azért egy ilyen, egy ilyen, bénázás. Aztán vesz végül. Aztán végül is vesz egy cipőt, viszont, és itt, itt kötnék egy kicsit át, hogy az egész sztori Kalambó számára akkor kezd izgalmassá válni, amikor is azt veszi észre, hogy amikor bebénázta magát a medencébe, hogy vizes lett a cipője, akkor megtámasztotta magát ott az kövön, ami a medencének egy ilyen magasabb pontja, ahol ott nem kéne víz legyen, és csúron víz volt minden, és hát ő rögtön megszagolja, megkóstolja a vizet, és észreveszi, látszik, hogy a, az arca kifejezésén, hogy teljesen más a víz íze vagy szaga, ami kim van a kövön, és az a víz, mint ami a medencében van. Biztos a medencében uh, sós víz, tengervíz volt, tengervízes nem, medence. nem? Nem, mert itt ugye az történt, hogy amikor Paul Henlon fejbevágta ezzel a jégtömbbel Eriket, akkor ahogy ő visszafele ment a lépcsőről, akkor a cipőjével nyomokat hagyott ezen a felső kövön, és ő fogott egy slagot, és lelosolta a követ hogy ne legyenek ott a cipőnyomai, csak ugye... Igen, de miért lenne más ízű a víz? Tehát a víz? medencevízben sokkal több a klór, és gondolom neki, a medencébe fürd, de sok egészen más szag, mint a csapvíznek, és ezt éreztette a Kalambó, de ezt majd áron tovább viszi. Engem csak egyetlen egy dolog zavar ebben, hogy ezen a napon rohadt meleg volt. Ez lehetett látni a távoli kameraképből is, hogy szinte izzott a kép, tehát nagyon meleg volt. Nagyon sok idő eltelt, nem hiszem, hogy nem szárad fel ennyi idő alatt a vízakörről. Ennyi. Igen, szóval tűkön ülök, hogy ilyenkor beszélhessek, mert akkor ez az a pont, ahol a forgatókönyvnek a hibáit is akkor elő kell venni, és a szinkronnak a hibáit is elő kell venni. Ez, tehát itt, itt sok, sok gond összeadódott. A, a forgatókönyv szerint a plot az az, hogy, hogy jön egy csávó, meggyilkolja, azért vizezi meg hogy hogy azt higgye mindenki, hogy ő csak elcsúszott a medencébe és beveri a fejét. Na de hát, iszonyú meleg van. Honnan képzeljük, honnan képzeli a gyilkos, hogy 10 perc alatt nem fog az már Márpedig aki volt már 40 fokban kint az, az udvaron, az tudja, hogy minden felszárad 10 perc alatt. Főleg egy kövön. Ráadásul ez egy olyan, oké, hogy nincs ott most a, a, a bejárónő, de a következő életben kiderül, hogy ugye a rendőrök azért fedezték föl két óra alatt a gyilkosságot, mert itt, valamelyik szomszéd, nem tudom, át akart menni, vagy valamit kérdezni akart, vagy valahogy a szomszéd ezt észrevette. Tehát a gyilkos annyira komoly kockázatot bevállalt, hogy egy vasárnap délután, amikor által mindenki otthon punyat, ha csak nem a meccsre mentek ki a stadionba, elmegy és meggyilkol valakit, a fényes nappal, szóval, hogy tehát ez, ehhez nagyon, tehát nagyon elszántnak és elég kockázatos dolognak érzem. Ugyanakkor ez volt az a rész, ahol konkrétan nem értettem, hogy mi van, és föl is írtam magamnak, és mentem tovább, nem álltam meg, ugyanis a magyar szinkron azt mondja, miután megszagolja a kalambó, hogy hm, pormentes víz. Ezt mondja a szinkron. Ez, 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 ezt én nem értettem. Végén átváltottam angolra, meg kicsit utána néztem, angolul normálisan van, hogy klórmentes, csak a klórmentes helyet mondja, mondja a magyar szinkron pormentesnek. Tényleg pormentes hallottál? Én pormentesnek hallottam egyértelműen. Nem, ez nem és, és igen, tehát itt ez a, ez a megoldása annak, hogy hogy a medencében nagyon-nagyon klóros a víz, és valamiért a 70-es években Amerikában nem volt klór a, a, a sima csapvízben. Tehát itt, itt ez a, ez a, ez a tehát megoldás. Tehát tényleg orrot szúrt, és, nem szemet. Tehát tényleg orrot szúrt, és nem szemet, de, de a, az eredeti szinkróba sokkal jobban jön ki, és ez volt, ez volt az egyik, ahol így elég mérges voltam a szinkronián, konkrétan nem értettem. Mi az, hogy pormentes víz? Biztos, hogy nem pormentes. Szerintem az klormentes mondott, én ezt észrevettem volna, ha ezt mondja, de ezt Hát majd utólag, majd utólag fölírjuk, mert én még egyszer meg fogom hallgatni most már kedvére. Vagy a hallgatóink mondják, hogy, hogy figyelj Áron, ja, legyen, csak, legyen csak nem figyeltél elég jól. És, hát én most és... meghallgatom, hát ne vicceljetek, hát. Biztos, hogy nem mondtak ilyet. Én elhiszem Áronnak, hogy hogy rosszul lehetett érteni. Ed, simán lehet, hogy annyit, de... csak hogy rossz, a, rossz minőségű a hang. Ez azért fura, mert ebben a, ebben, a, ebben a szinkronban tényleg voltak fordítási hibák. De ez a pormentes, az nem, nekem nincs meg. De ha azt igen, mondja, akkor. mondja magyarul, a... igen, de nem tiszta klormentes víztől. Nem baj, én így jázok egy másikat, egy nagyobb hibát. Akkor hozzál. ugye elkezd nyomozni, és Rizzo edzőt is megkeresi, és vele is beszélget, és akkor tudunk meg több dolgot a fiúról, ugye Erikről. És itt, itt van egy fordítási hiba a szinkronban, ami, ami tényleg fordítási hiba. A szinkron szerint Erik apja azt akar, hogy Erik a legjobb hátvéd legyen. Viszont, és itt már tudtam, hogy baj van, mert Rizzo, edző, Rizzo edző egy passzoló mozdulatot tesz, és ez a klasszikus, az amerikai futban azt tudnék, hogy az irányító, mindenki irányító akar lenni. És az irányító, angolul ugye quarterback, és ezt rendszeresen védőnek, védőnek szokták fordítani, és itt is. Tehát nem a legjobb hátvéd kell, hogy legyen, hanem irányító kell, hogy legyen. Ez, ez borzasztó, de ezt, ezt nagyon sokszor elrontják. Az egy dolog, hogy hülye hangzik, mert valóban az amerikai futban ugye quarterback, fullback, running back ilyenek vannak, és ezek mind támadó játékosok, nem védők. De hát ez ilyen. Hm. Ha már nyomozást hozod, én nekem az volt az egész rész alatt az érzésem, hogy, hogy tehát ő, ő komolyan veszi az egészet, szimatot fog a rögtön az elején, rögtön az elején elkezdi zaklatni a, hát idézőjebb értsétek jól, a, a, gyilkosunkat, aki nagyon durván reagál, főleg a reptéri jelentben, ahol így szinte kikiri magának, Sőt, szinte üvöltözik kalambóval. Is. Már előtte is, igen. És közben tele van ilyen ilyen filler jelenetekkel, amik ilyen zsákutcák, vagy, ilyen, vagy ilyen, ilyen, kacskaringóval halad előre az egész történet, és tulajdonképpen olyan, mintha se füle, se farka lenne, hogy miért kellett egy, egy ilyen nyomozati, nyomozási szállat belevinni, miért kellett egy olyat, miért van ez, és i, tehát ilyenekről van szó itt, hogy Amikről itt már beszéltünk, hogy, vagy nem feltétlenül beszéltünk, van ezzel a magyar nő, akiről tulajdonképpen. Ez teljesen. Ez egy, egy titkárnő volt ott rövid ideig, aki beépített titkárnő. Közben az... meg egy prosti. Hát igen, én Colgörnek hívtam, de igen, tehát prostituált, vagy szóval high-class. Álljunk, meg, megállhatunk egy pillanatra ennél a jelenetnél, és akkor utána meg, akár végig is vehetjük az összeset, amit most fel szeretnél hozni, mert ez egyébként kellemesek a fillerek benne, szóval tele van ilyen filler jelenetekkel olyan értelemben, hogy száz felemegy a nyomozás, hogy Áron is mondta, nem a kalambóhoz szokott, viszonylag egyenes úton jutunk el A pontból B-be, de szerintem ezek alapjában véve működtek, és az egyik ugye ilyen volt, ez a magyar nős Alexander Rozsánykó, én csak így hívom, tehát ez a Rákóczi kasszonság, aki én úgy értettem, hogy Rózsi, Rózsinak kell hívni, de aztán kiderült, hogy nem. Szóval Rózsi néni, ugye egy call girl, vagy egy ilyen társalkodó nő, egy prosti, akihez ugye elmegy a Kalambó, mert kinyomozza elég agresszíven és rájmenősen, hogy a lehallgató berendezéseket kihelyezte el az irodába. Igen, tehát leha, valaki lehallgató, ez később kiderül, valaki lehallgató készülékeket helyezett el Erik Wagner irodájában, és Paul Henlon irodájában is. Tehát mindenki lehallgatta őket. Vagy alak mindenkit lehallgattak. Az is kiderül, hogy kinek a megbízására, és az is kiderül, hogy kicsoda rejtette őket el, és ez az a hölgy volt, aki elrejtette őket, és hát ugye fölmegy a Kalambó hoz, Kalambó hozzá, és ott ajtót nyit neki a nő, mert azt hiszi, hogy a következő vendége, és hát a Kalambónak látszik, hogy leesik egy bizonyos ponton, hogy a csaj, tehát elbeszélnek egymás mellett és hát azért egy kicsit élvezi azt a helyzetet, hogy megpuszíja a csaj, menjünk akkor vacsorázni, vagy nem. A Kalambó szereti szereti ilyen szituációba kerülni nőkkel egyébként, tehát nem ez az első, és nem is az utolsó eset. Ő a sorozat David Hasselhoff-ja. Igen, Michael csak neki ritkábban is nem minden részbe jut, de Igen, ez de volt hely... helyzet, már, is lesz is. Tipikus helyzet komikum, amit egyébként nyilván a rendező jól kihasznál, meg tobozodik benne a Peter Falk. E ezt lehetett volna egy kicsit pörgősebben, kicsit feszesebben vágva ezeket az ilyen kacskaringós mellékszálakat így, 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 abszolválni, csak akkor nyilván nem 75 perces lett volna a film, hanem mit tudom, 45 perc. Az Erik Wagnernek, az Erik Wagnernek, mikor a felesége megérkezik a repülőtérre, és ott, ott ö, oda, odaér, a kamera látószögében mutatja a kamera, is. És és így eltakarja az arcát és így az annyira művi annyira rossz az az egész volt. nő és egyébként annyira buta volt ez a nő, azt hiányoltam a jelen, azt hiányoltam egy olyan jelenetet hogy, hogy lássam hogy rájön, hogy a Paul azt csak manipulálta. Mert annyira manipulálta, ott láttunk jelenetet, amikor szájába rágta tehát, te, most jut eszembe, hogy és akkor ott már a kalambó is vágja az arcokat, hogy nem igaz, hát miről beszélsz, hát mindenki látja, hogy hazudik, csak te nem. Igen, de ez, ez, a jelenet is, meg, meg több ilyen jelenet volt, ami 4-5-6 percre volt végighúzva és én összítés ezeket már untam, tehát amikor már kiderült, hogy jó, akkor van ott -e, van a megbízott magándetektív, meg ez a prosti, és akkor ennek mi, miért történt az elehallgatás után, a percekig hallgatják vissza egy következő jelenetben ezeket a lehallgatott felvételeket, és ott se derül ki, de azért lamentálnak a szereplők ott ebben a, ebben a szobában arról, hogy akkor ennek most jaj, hallgassuk -e tovább, vagy nem, csúnya dolgok derülnek ki, vagy sem. Szóval ezek azért egy kicsit érdekelnek és kicsit így leül, leül, az egésznek a tempója. Képzeljétek el, kedves hallgatók, hogy ez egy olyan jelenet, úgy fogalmaz a telefonbeszélgetésekben a már halott Erik Wagner, az őt később meggyilkoló csápolnak, hogy köz, hogy az ott a pipit beszervezted. Hát és, még a testvére, a nővére. És erre megmagyarázza, ott ugye, ugye ahogy Áron is mondott, hallgatják a felvételt sokan, megmagyarázza az nőnek, Hát csak be, be, új bejárónőt akartál, nem? És hát úgy gondolta, hogy, hogy Erik, hogy akkor szerzek, és biztos meghallgatott párat. Tehát, hogy ilyen nagyon kellemetlenül, tehát ez a ó, mesélj még. Tehát ez Benyolta a, a hülyeségeket. Igen, tehát így képzeljétek el. Borzasztó volt, tehát szekunderszégyen volt nézni. De ügyeletes áronként most tényleg átveszem, mert hogy áron, szokta azt mondani, hogy kicsit foglaljuk össze, hogy értsék a hallgatót, mert most veszítjük el őket, hogy most mi ez a lehallgatás, mi a... Tehát most azért pár mondatban, hogy most ez hogy van, hogy van ez, mind van ez. Tehát az egész történet arról szól, és né néhány mondatban, hogy van egy bizonyos ügyvéd, akit úgy hívnak, hogy Walter Cannell, és ez az ügyvéd volt uh, Mr. Wagnernek, ugye az apának az ügyvédje, és a most már sajnos elhunyt Erik Wagnernek az ügyvédje is. És ez az ügyvéd bízta meg ezt a magánnyomozót, ezt a bizonyos Ralph Dubs ot hogy uh, építsen be, vagy hallgassa le, ugye, mind Erik, mint pedig a Davidnek a telefonját. És ezeket a felvételeket hallgatjuk. Tehát így került be ez a poloska kérdés, meg minden, hogy ez a bizonyos ügyvéd egyszer csak bekerült a képbe, és ő pontosan ezt szerette volna bebizonyítani, tehát ő azért hallgatta le ezt a két embert, mert ennek a feleségnek, akit teljesen hülyére vettek, pontosan ezt szerette volna bebizonyítani, hogy Paul Henlon egy manipulátor, akinek csak is kizárólag az a cél, hogy összeúrassa őt a férjével, és hogy ki akar mindenkit forgatni. Tehát igazából ez az ügyvéd kvázi jót akart, de ő nagyon rosszul jött ki ebből bizonyos szempontból, mert ugye mi azt nem látjuk, hogy a végén ők beszélnek a feleség és ez az ügyvéd, de a, amit mi látunk jelentben, ők eléggé összebalhéznek ezen, hogy te milyen egy nem vagy kedves ember. Ez egy magyar mondat volt. Figyelj, így van, tehát, hogy ezeket így tulajdonképpen így végigvezet minket nézőket a, a film, de úgy, úgy a, a két haladánál kezdjük ugye elveszteni. Én legalábbis elkezdtem elveszteni, hogy jó, ez miért érdekes, jó, ennyire én nem akarok, tehát ennyire ez nem érdekel. Az érdekel engem, kedves rendező, vagy kedves színészek, hogy oké, okay, hogy fogja ezt itt vajon kinyomozni, hiszen pont például ennél a, ennél a, 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 a szalagok meghallgatásánál lévő jelenetnél az derül ki, hogy ez ráadásul alibit igazol a gyilkosnak. Igen, mert ugye ezt tudni kell, hogy Kalambó annyira gyanakodott már az elkövetőnkre, porra, hogy neki már tényleg az volt a, a rögeszmű, hogy most akkor alibit kéne szerezni ennek a polnak magára, hiszen elég furcsa volt ez a fagyiskocsi, mert ugye az, az is kiderült, hogy valaki látta a fagyiskocsit Erik ház előtt, viszont a fagyiskocsi nem is jár arra, nemhogy abban az időpontban egyáltalán nem. Viszont De a, kalab... a stadionban, igen. De a stadionnál viszont pontosan ugye ez a fagyiskocsi van, tehát csupa apró dolgok álltak össze Kalambó fejében, és ő már nagyon rá volt gyógyulva arra, hogy hát neked nincsen igazából alibid arra, hogy te tényleg a stadionban voltál, mert azt mondod, hogy felhívtad Eriket, az édeskevés. És erre gyakorlatilag neki alibit szolgál valamilyen szinten az a bizonyos telefonhívás, mert hogy hát ott, a, ahogy felhívja hogy Eriket, lehet hallani a háttérben, ugyanúgy megy a speaker, és a meccs közvetítéséről lehet hallgatni, tehát tényleg feltételezhetjük, és talán el is hisszük, hogy hát akkor ez megvan az alibi, hiszen 14 29 perckor hívta Eriket, mert a magányomozó följegyezte, hogy melyik hívás mikor történt. Úgyhogy ennek, ennek a lehallgatásnak ez volt az egyetlen lényegi mert csak kicsit hosszúra nyúl. És utána hosszúra nyúlva látjuk azt, hogy Kolombo szenved, és századjára is végighallgatja a szalagot, hogy megpróbáljon kiszúrni valamit, meg borzolja az üstökét a stadion közepén, és gondolkodik, hogy na, akkor itt tulajdonképpen hogyan kéne elkapni a, 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 a feltételezett gyilkos. Tehát, hogy ezeket látjuk, ezeket a jeleneteket, és, és nyilván szurkolunk Kalambónak, de hát a suspens azért az ott van, hogy oké, okay, de hogy, hogy fogja bebizonyítani, hogy fogja bebizonyítani. Úgyhogy ma ebben a részben, ahogy Ádám is mondta, tényleg egy kicsit ilyen Kalambóval találkozunk, mert például ugye ezek a poloskák hogy derültek ki? Ez is egy érdekes dolog, mert amikor Kalambó csak még random látogatást tesz Erik irodájában, ugye a halála másnapján, akkor feltűnik neki valamiként, ezt én is hallottam, nagyon zavarta a filmet, azt hittem, hogy baj van a szinkronnal, hogy amikor telefonált a titkárnő, akkor valami sípolt. És engem baromira zavart, és meg is állítottam, mondom, basszus, ki zörögít, vagy mi ez? És ugye később kiderült, hogy hát ő nem is annyira buta, hogy ő ezt tudja, hogy amikor poloska van egy telefonban, és éppen hívás fogadnak, akkor a környező rádiók, azok besípolnak ettől a rádiófrekvenciát, mert a poloska kiad magából, és ő ebből gyanakodott arra, hogy valaki poloskát tett az irodába, és így derül ki, hogy lehallgatták őket. És akkor itt van egy ilyen, hát epic jelenet, legyünk iszonyú kortársak a... Vagy lehet, hogy ez most már cringe, hogyha azt mondom, hogy epic jelenet? Na mindegy. A cringe egy... nekem az a cringe jó, tehát... Oké, okay. hogy éjjel, tehát mu mutatja a kamera egy ilyen feketében öltözött betörőt, besúranó betörőt, aki bemegy a, a házba, megkeresi a telefont, már elkezdeni lecsavarni, és akkor kicsit nyit a kamera, és a kalambó ott van, éjszaka leoltott villanynál várja, like-e boss, várja mit keres? A, a betörőt, és annyit hát kérdez tőle, hogy mit keres. Vagy keres valamit. Vagy keres valamit? valamit. És egyébként ez izgalmas, hogy, hogy hát igen, azért a 70-es években a, ugye mondtad azt, hogy hogy hát a magányomozó a fölírta a pontos dátumokat, gondolom egy papírfesztinre vagy egy füzetbe, vagy 14. Arra, 19. Tehát, hogy 14 óra 29 fizetben. tehát annak idején nem úgy zajlott a, lehallgatás sem, hogy digitálisan egy adatbázisba mentették az ilyen adatokat, hanem ezt hát ez, kéz, ez kézzel együtteket. kellett a szalagos magnónál, és a Kalambónak is oda kell mennie éjjel, hogy tetten érje, de azért szuperember, mert ő tudta, hogy melyik éjjel kell oda menni. Én nekem ott van egy furcsaság, amit mond, elmagyarázza a betörőnek, hogy a ez a, a jeladó, igen, hogy ez a jeladó, ez uh, ugye, vajon lesz jeleket, bocsájt ki, hát ő nem így mondja, de hogy ugye erről van szó, és akkor, tehát jelek és ez bezavar. És uh, ezt azzal húz a párhuzamba, hogy otthon észrevette, hogy amikor a hajszárit, haját szállítja a felesége, akkor a tévé és aki... Olyan idős, mint mi olyan hallgatunk, azok biztos emlékeznek erre, hogy ha anyukája porszívózott, vagy hajat szállítottak, vagy bármi hasonló ilyen volt, akkor bizony a tévén, akár így íz, íz, a kép, voltak ilyen háztartások, hát áron lehet, hogy nem emlékszik rá, de én nagyon fiatal vagyok. <sorodik> nálunk, nálunk azért ez, ez volt ilyen, az Orion tévénk mindig bezizgent más Mesélünk a régi világról és, állat. és Valószínűleg ez az áramhálózatokon múlt, de szóval régen ez rendszeres volt, ma már ilyen nem találkozol, ahogy már ritkán találkozol azzal is, hogy a telefon azt mondja a izé mellett, a hangszóró mellett, hogy tük tük, tük 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 Ma már ezek Elő lehet, lehet még hozni. Vannak. Google mitekben elő lehet hozni, igen. És az a lényeg, de hát már ritkában hallod, mint régebben. Tehát ez is ugye eltűnt így a technológia fejlődésével, és az a lényeg, hogy és Szerintem ez nincs párhuzamban. Mert a tévé az azért zizeg, amikor a hajszállító megy, mert egy hálózatra vannak bedugva, nem egy Igen, hálózatra lennél bedugva, akkor áram, amúgy ilyen. nem zizegne. Tehát, hogy, hogy más a párhuzam. Értettem, mert az elektromos áramról van ott szó a hajszállítón, nem. Szóval szerintem ott egy egyszerű magyarázatot akartak rá az írók adni, és valamiért ez a, a 1972-ben vagyunk, ne felejtsük el, szóval erősíteni akarták azt, amit te mondtál, hogy szuper kalambó. Tehát a mikrohullámú sütő előtt vagyunk még például időben. Szerintem nem, szerintem mikrohullámú sütő az 50-es évek óta van. Hát, de szerintem a, a elterjedése szerintem az Amerikában az a 70-es évek, tehát, hogy lehet, hogy rosszul tudom, és lehet, hogy egy szitkom sorozat, az, de az, azok a 70-es évek showban, amikor a 78-ban játszódó részekben végre vesznek egy mikrohullámos ütőt, akkor azért az úgy tűnik, hogy ez a, annak az évtizednek a, a olyan értelmet terméke, mint hogy, hogy szoktuk mondani, hogy amikor még internet nem volt a 90-es években, de hát azért volt internet a 90-es években, csak nem volt internet hozzáférésünk a 90-es években, még az az internet, nem ez az internet volt. Tehát nyilván volt mikrohullámos ütő, mert az a technológia az... Csak nem lakosság volt, számára volt, volt gyors fact-check, 45-ben már áttörés volt a, a mikrohullámú sütő technológiájában, 60-as évek óta nagyüzemben gyártják, és Amerikában 1970 és 75 között 1 milliót adtak el, tehát ez pont az az időszak, amikor megjelenik nekik nagy... Nekik még nem nagy... volt, láttam. Igen, tehát nekik még nem volt. <laughs> De és volt bárpult. Nem. Nem, nem, nálunk bárpultban, hát mindig ilyen furcsa szörpöti volt a vapó. Bárpult nem volt, de azért olyan jelenet volt még a legeslegelején, hogy, hogy a, a, meggyilkoltunk, az így fekszik a napon, issza a, a, valami alkoholját, ott mert cigillóg a szájában. Meg igen, ott közben telefonál. A gyerekek, ez a rész is tele volt ivással és cigizéssel. Abszolút, Sőt, hát cigivel együtt, vagy ilyen szivarral együtt ugrik be a vízbe. Amúgy irigyeltem azt az életet, tehát, hogy ez a dobjál még rá pár szendvicset, ott telefonál valakinek, Hát ő neki ez volt az egész, őt nem érdekelte a többi, megvan a lóvé, őt nem érdekelte az a többi baromság, most mondd rá, hogy menjek koki még egy hülyeségekkel foglalkozni. Nyár a csapatom, a többi majd intézi nekem, csak jön a zsé, hogy tudja itt bohóckodni. Hát az látszik, hát hokizni nem is szeret, inkább csajokat bérel fel. Inkább csajokat, igen. A, az, a, a, szuperkolombosságot egyébként az is erősíti, hogy hogyan oldja meg ezt a, ezt a helyzetet. T Tizedjére, huszadjára, elmondása szerint századjára is visszatekeri azt a nyomorult felvétel mert ki akarja szúrni a hangfelvétel, hogy valami nem stimmel, és nem jön rá, nem jön rá. És közben persze nyomoz, tehát, hogy újabb ilyen, újabb ilyen megyünk be, hogy hát jó, végül volt ez a, ez a Montreali, vagy ott tavaly, vagy nem tudtam, valami Kanadába elmenni hoki csapatért, amit az előbb igen. És akkor végül elment ahhoz a utazásszervező céghez, hogy, hogy ez mennyire valós, hogy kinyomozó, hogy ez hogy e a, 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 a kiszemelt tehát a gyilkossággal vádolt, vagy hát ő legalábbis Pol. úgy vádolja, szóval hogy igazat mond-e vagy nem, és hát kiderült, hogy igazat mond, tényleg a, egy. egy, egy a, mm, tehát, hogy tényleg a. a, a ja, fe, nem segítsetek. Tudtuk meg, hogy lefoglalta -e az utazást. Igen, nem tudtuk meg, nem de. ki. De pont három óra vagy, vagy kettő óra vagy valahány óra volt, és a kakukos óra megszólalt. Ez egy ilyen Doctor House pillanata volt, egy ilyen felismerés. Abszolút. De... És ti akkor már rájöttetek? Vagy, 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 nem? Mit csináltunk? Tehát ti rájöttetek -e ebből a madárka hogy, hogy mi lesz a megoldás? Én már láttam a részt, úgyhogy én tudtam. Amúgy. Ne, hát úgy én is, hogy láttam már a részt, és tudtam, hogy mi lesz a megoldás, de én biztos vagyok benne, hogy amikor először néztem, akkor nem igazán tudtam követni ezt az epizódot, és az az igazság, hogy. Én nem tudok most, most sokkal jobban figyeltem, hogy emiatt a műsor miatt néztem, és én most például sokkal jobban élveztem. Tehát nekem az, amit áron hátrányként említett az epizódban ezeket a fillereket és ezeket a kitéréseket, elágozásokat vagy a hosszúra nyúlt jeleneteket. Én most valahogy nekem ebben az esetben összeállt, és én nagyon élveztem majd a műsor végén a produkciót is. Ez pontban is kifejezem, hogy ez nekem kifejezetten tetszett ahhoz képest uh, izgalmas volt, tetszett ez a Super Egyébként pont ez jutott eszembe, hogy uh, a, a, az epizód része a Super Kalambó, pornóba jössz, és a magyar prosti lesz. De... <laughs> nagyon szép. De nagyon szép, hogy mennyire Super hogy nem csak ezek, hanem hogy ha beszéltünk ugye arról, hogy, hogy hogy fenyegetett is, és itt azért hoznám be ezt az elemet például, hogy amikor ugye Ráf ezt a bizonyos magányomozót lefüleli, amikor éppen a poloskákat szeretni visszaszerezni, akkor őt konkrétan befenyegetett Nyiti, hogy vagy adja ki azonnal, hogy ki a megbízója, vagy hát esetleg előfordulhat, hogy bűnrészességgel fogja megvádolni gyilkosságot. És nem és is, is annyira, dolgokat. hogy nem, bocsáss meg, nem olyan, az, hogy esetleg, hanem így, hát uram, ez a helyzet. Kacérkodik vele, hogy é, így igen, konkrétan, meg lesz nagyon, csinálva, nagyon, nagyon egészen hangsúlyt vált. Kalambó marad. És de... meg is szivatta, meg is szivatta, mert ugye elvette, mint kiderült, elvette a felszerelést, 600 és dollárért. És nem tudott dolgozni. 600 dollárnyalni felszerelését tehát az emberünk. Akkor lehet, hogy nem super kalambó, hanem bedesz kalambó? <laughs> nem, mert közben megmaradta a kalambónak a, a sajátossága. Ez egyébként 4400 dollár, 4400 dollár most. Az tényleg nem olcsó, de én azért el, tudok kép el tudnék képzelni most egy ilyen 2024-ben egy képregényt. Másfél milliófő. Ilyen be bedesz nyomoz Los Angelesben. ben Feka, feka kalámbó. Egy fiatal feka kalámbó. Young Szamuráj karddal. ütha kell, minden Üth, Igen. No, és akkor végül is hogy volt a megoldás? Gergő, mesélj, mert láthatóan én elég sokat nyökögök, úgy látszik a mostani részben. Tehát hogy a, a sztori ugye arról, hogy ő ezt a bizonyos utolsó hívást, tehát a 1429 29 es hívást hallgatta a már századjára végig, mindenhol a kikötőben, mindenhol ezt hallgatta, mert hogy keresett valami oda nem illő elemet. Csak hogy ezen a beszélgetésen nem egy oda nem illő elemet kellett volna megtalálni, hanem pontosan egy onnan hiányzó elemet. Mert ugye arra számított, hogy ugye mivel hogy ő, feltételezte, hogy ez egy fülkéből történt a hívás, egyébként valóban, fülkét fülkéből történt, meghall egy Na, no, dudán, egy, egy kisfiú, autót, egy... kedves hallgatók, egy... egy kisfiú, fut, az fut az kislány volt. Kislány, bocsánat, fut oda a, 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 a és akkor, hogy tessék várni, vagy itt, vagy itt szeretnék, és elmegy a csávó, a gonosz Úgy hagytam, mint a frászt. Hát, mm. akkor tudtuk, hogy hát, egy gonosz emberről. Akkor Igen. tudtuk, hogy a gonosz, Igen. kész. Szóval, hogy mindenáron egy, akár ezt a sikítozó kisfiút szerette volna meghallani a szalagon, de ugye akkor már letette a telefont. Viszont akkor jött az a bizonyos kakukos felismerés, hogy 14 óra 29-kor történt a hívás, és 14 óra 30-kor még tartott a beszélgetés, és Pól irodájában van egy ilyen bimbolmoló órácska, ami fél óránként, negyed óránként zenél. Ezt ugye Kalambó hallotta az ott létekor. És bizony ezen a, ezen a telefonbeszélgetésen nem volt ott. már Márpedig 14.30-kor telefonált. És a 14.30 körül onnan telefonált, akkor még nincs rajta a bimbam. Így van. A, és ami még pluszba érdekes, hogy nem volt. Tehát, oké, okay, ezzel szembesítette a gyilkost, de nem volt utána a letartóztatás, vagy, vagy egy ilyen hosszú diskurzus a kalambó és a gyilkos között, hogy, hogy, oké, okay, maga elkapott engem. De mert azért, nem tisztelték azért jó egymást azért, mert ez most semmi nem, olyan nem volt. Semmi nem volt. Megáll a kamera. kimeremevedik a kép és jön a felirat. Rendezte hát, így... valamilyen kigen. És az orsos mutatták, hogy véget ért a szalag. Igen, ez jó, amit Ádám mond, hogy tényleg ők úgy tűnik, hogy nem tisztelték egymást. Nem volt meg az a, nem volt meg az a, az a keringő, amit mi egy csomószor, amit egy csomószor szoktunk szeretni. Mondhatni, nem volt meg a kémia a gyilkos és kalambó között. Aha, tehát akkor miattad nincs, mert neked se volt meg a része a kémia. <laughs> Értékeljük a produkciót, skacol. Nem, nem, nem értékeljük a produkciót, mert Szeretnék szinkróhibát még egy kicsit mondani. Ö, tehát, értve nem csak szinkróban sorozathibát, részhibát is. Tehát, amikor még a nyomozás elej szakaszban, még vasárnap a gyilkosság napján, ugye Kálámboró meg tudjuk, hogy futballrajongó, és félfüle állandóan a rádiót hallgatja. Na most itt azért van egy kis problémám nekem ezzel, hogy elhangzik egy mondat, rádióhallgatás. Elhangzik egy mondat, rádióhallgatás. Az amerikai futball nem ilyen. Tehát az amerikai futballban lemegy egy play, és nem jön utána rögtön, tehát nincsenek, nincsenek ilyen gyorsan egymás után az események, hogy, hogy de ne tudják egy mondatot váltani. Az nem ilyen. Ezt nyilván nem a magyar szinkron hibája, így kellett felpörgetni a, 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 a sorozatot, ezt, a, ezt, a, ezt, az epizódot, hogy, hogy, mindig legyen benne ez. Elengedjük. Viszont amikor Ralph Dubszal ezzel a bizonyos magánynyomozóval már 82 ére beszélget Kálambó is, mert mindig ugye szakban tartja ezzel, hogy nem adja vissza az és hallgatja ezt a orsos magnót, akkor a furcsa az utolsó hívás, és azt eset, az ecseteli, hogy a pasas a meccset nézi, és épp akkor telefonál, amikor büntető rugást ítélnek a csapata ellen. Na most az amerikai futballban nem létezik olyan büntető Az, amikor a kapura rárugják, az nem az? Az a guru, nem, az nem, az, 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 az más, ah, az a field goal. Jó. Tehát, vagy, vagy extra pont. Nincs olyan büntető az a gurulós futballban van. Meghallga, megnéztem az eredeti szövegben, és ott azt mondják, hogy az pass interference-et ítélnek a csapata ellen, ami annyit jelent, hogy az pass interference az arról szól, hogy vagy védő, vagy támadó játékos akadályozza a, azt a játékost, akinek megy a labda. Általában a, defense, a védekező csapat szokott ilyet csinálni, tehát amikor, amikor az irányító eldobja a labdát egy elkapó felé, akkor ő szabálytalanul akadályozza meg az elkapót abban, hogy a labdát megszerezze. Ezt hívják passzinterferencnek. És ezt általában a védő csapatra szokták dobni. Ez egy elég durva szabálytalanság, mármint úgy durva, hogy nagyon nagy büntetés, mert hogy az ő esetükben konkrétan az történt, ez is benne volt az eredeti szövegben, a magyarban nem mert ugye a büntetőrújásnál egészen más a sztori, hogy két yardos vonalnál történt ez a szabálytalanság, az azt jelenti, hogy két yardot kellett még megtenni az ellenfélnek a touchdownhoz. Tehát gyakorlatilag egy tuti ellenfél touchdown történt, és a ezt ez furcsája, hogy egy hatalmas pass után, amikor egy olyan helyzetbe kell az ellenfél csapat mindjárt touchdown-t is szerez, akkor ő nem foglalkozik ezzel. Ezt a magyar le tudta egy büntetőrugással, ami Igen, de hogy lehetett, lehetett volna szerinted van. lefordítani magyarra, hogy, hogy, mert a büntető annak úgy a magyarban talán elég súlya van ahhoz, hogy értsd. Nem tudom, igen, lehet, hogy azért, tehát most, mert az eredeti szövegben ezt hangzik el, hogy hogy passzinter Ferencet ítélnek a csapata ellen, a, a, az, ellenfél két jardosánál, vagy a saját két jardosánál. Nyilván, aki nem ismer a játékot, az nem tudja, ez mit jelent. Hát én például ilyen vagyok, és engem ez egyáltalán nem zavart. De nem lett volna jobb az, ha tudod, hogy tényleg valami, tehát hogy nagyobb súlya van ennek, hogy, hogy olyankor a csóka... Én, én cson nélkül bekajáltam a büntetőrugást. Értékeljük a produkciót. Nekem Kalambóként sem annyira tetszett, és mi a másik jó ja, Krimiként. Aha, szóval ka Kalambóként... Bá. Nem, ez nekem csak egy négyes. És Krimiként... Krimiként is négyes, ez nem volt jó rész. Gergely? Gergely Kalambóként ötöt mond. Nem indokol. Krimiként meg öt és fél. Mert csak azért már Ádám nem szerete feleket. Vannak dolgok, amik tetszettek, és valami zavar. Tehát nem volt gyilkos fegyver, nem volt... Igazából nem volt indíték, amit ti is mondtatok effektíve. Nem volt úgy, tehát hogy ez annyira, annyira közvetett volt az egész. Ne befolyásoljuk az Árdámot most már. Nem. Nem. nem, meg tudom, hogy utálj, amikor megmagyarázom. Csak mert elmondtad, hogy nem indokolsz. Aztán mégis, de nyugodtan bátran. Várjál, a kalambó, várjál. A te én Viszont annyit elmondanék, hogy ugye nekem is volt egy csomó olyan dolog, ami nem tetszett, mert nem nem klasszikus kalámbó részt látunk, ez való igaz, viszont számomra ellensúlyozta, hogy egy kicsit más oldalát is megláttuk kalámbónak. Sokkal jobban balanszban volt a részben a szerencsétlenkedése, meg az ilyen bo bo bohózkodása a szuperkalámbóságával. Én, én sokkal jobban örülnék, ha a részek többségében nem rejtené ezt ennyire véka alá, hogy hogy ő ennyire okos és intelligens figura. Szóval ezért ez ellensúlyozza és megadja a balanszt, úgyhogy én, én kalambóként ezt a részt mindenképpen mondjuk hatosra szeretném értékelni, de hangsúlyozom, hogy felfelé húzza a pontszámot az, hogy megláttam egy másik oldalát és egy számomra izgalmasabb oldalát. Krimiként viszont való igaz, hogy nem volt annyira izgalmas, mert azt gondolom, hogy talán pont az volt az írói és a rendezői szándék, hogy egy izgalmasabb krimi készüljön, mint eddig a Kalambó részek, ne legyen ennyire egyutas, de szerintem ez annyira nem jött össze, én ott öt pontot adnék neki. Nekem lenne még kérdésem hozzá, több, még lezárjuk ezt a meccset gyorsan, csak hogy két dologra lennék kíváncsi a kapcsolatban. Az egyik az, hogy itt megint egy elég hosszú felvezetés volt, tehát negyed óra telt el a gyilkosságig, és rengeteg részletet láttunk, ugye, ahogy átöltözik pornóba, júsz, napszemüveg, na, kocsi, stb. Hogy nektek ez mennyire tetszett, vagy szerintetek ez mennyire jó, hogy. hogy nem rög, mert ugye csomó részben, amikor kapásból gyilkossága kezdjük, mert nagyon gyorsan. Itt egy nagyon hosszú felvezetés volt, ez egyik kérdés, hogy ezt mennyire jó, illetve a másik, hogy ezek a fillerek, amikről beszéltünk, ugye például ez a Eve Babcock, vagy ez a magyar rogozsi vonal, ez, ez teljesen vakvá, tehát ez teljesen vakvágány mert senkit nem érdekelt a gyilkosság lebuktatása szempontjából, hogy kihelyezte a poloskát, hogy Paul Hellon tudott a poloskákról, mert tudott róla, mint kiderült, de teljesen nem volt felhasználva a gyilkosság lebuktatásában hogy szerintetek ez, ez, mennyire jó, hogy vannak benne ilyenek? Vagy kell -e bele? Szerintem föl kell deríteni akkor is, hogy ki helyezte el konkrétan a poloskát, tehát mondjuk egy bírósági tárgyaláson majd azért ez fontos lesz, nyilván a Kalambó tudta így is, de itt ez közvetlen bizonyíték a, a, a csaj és a pol között. Viszont Elfogult vagyok, mert gyerekként, mikor este ment a kalámbó, akkor örültem, ha nem 70 perces rész volt, hanem 90 perces, mert akkor tovább lehetett nézni, és nem kellett olyan hamar lefeküdni, mert másnap ugye iskola. Szóval én szeretem a hosszú részeket, de tény az, hogy a kalámbó általában nem tud mit kezdeni a hosszú részekkel, nem nagyon tudja feltölteni tartalommal annyival, nagyon sokszor csak ilyen filler epizódokat látunk az epizódon belül, tehát a a, 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 történetvezetésben, a történetben, de én alapvetően szeretem ebben a részben, én is éreztem, hogy, hogy azért kicsit kilóg a lóláb, de azt gondolom, hogy amúgy viszont kárpótolta a hangulatát, megadta számomra ez a, ennek a résznek, de én jobban szeretem, amikor együttműködik a gyilkossal, és a gyilkos tényleg úgy csinál, hogy együttműködik, majd később lesz egy rész, amikor egy írónő lesz a gyilkos, egy ilyen Miss Marple figura, egy ilyen Agatha figura eh, lesz a gyilkos, szóval én, hozzám azok közelebb állnak. És akkor, akkor legyen hosszabb a rész, hogy jobban ki lehessen fejteni. Itt most szükségtelen volt. N Nekem az elejével azért nem volt gondom, mert logikus volt, hogy miket csinál, és nagyon jó ritmusra volt összevágva, jó zenét raktak alá, jó képet raktak alá, tehát hogy az egésznek volt egy, egy hangulat, egy húzása, amivel lehetett menni. Ugyanez a hangulat meg húzás viszont nem volt meg ezeknél a filler részeknél. Egy ponton túl szerintem ez ritmus kérdése és vágás kérdése, hogy, hogy, az, hogy az, legyen izgalmasan összevágva. Az nem baj, hogyha túl sok a, a kacskaringó a nyomozásban, hiszen a nyomozásban pont az a jó, hogy elindulva egy ilyen irány, egy valami irányba, ahol zsákutca van, jó, akkor onnan vissza. Ja, de közben jön egy másik füles és akkor megyünk másik irányba. Tehát önmagával azzal nincs baj, hogy kacskaringózás van, akkor, ha ezek logikusan következnek egymásból. És szerintem egy kicsit random volt itt. Tehát ez meg, ez meg a forgatókönyv hibájának érzem, hogy így, jó, akkor mi legyen jó a titkárnő, de az legyen, legyen izé prostis. Ó, oh, figyelj, tök jó ötlet. Oké, okay, legyen prostis. Tehát, hogy egy kicsit ilyen tök random ötleteknek érzem, és nem tűnik túl logikusnak az egész. És ekkor van az, számomra legalábbis, hogy az egész így ellaposodik és érdektelenné válik. Tehát magyarul, ha, ha a filler részek jól vannak összevágva a ritmusban, és logikusak, akkor nem baj, hogy fillerek. Hát reméljük, hogy kedves hallgatók, a mi epizódunk nem volt ennyire kacskaringos, mint ez, egy, mint ez, a kalambó rész, úgyhogy így a műsor végén nem maradt más hátra, mint hogy figyelmetekbe ajánljam, hogy a következő alkalommal a kalambó a panoptikumban című rész beszéljük majd ki, amelyben egy színész házas pár gyilkolja meg, orvul a mecénásukat. Kubatovi Csáron, Gizur Gergő és valamennyi munkatársam nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok, és ne felejtjétek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol Ébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.